Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Folytatódik a bajnokság, szombaton a körmendet fogadják a kék cápák. 36 érmet szereztek a nyíregyházi úszók a 4. NSC kupán. 8 góllal verte a Deac 2-t a nyírbátori férfi kézilabda csapat. 9 ponttal győzte le a DVTK U23-as együttesét a nyíregyházi kosársuli. A szuperdöntővel zárult a nyíregyházi városi teremlabdarúgó bajnokság. Folytatódik a bajnokság a férfi kosárlabda NB1 A csoportjában. A Hübner Nyíregyháza Blúság szombaton a körmendet fogadja. Nagyon fontos volt számunkra ez a 3 hét, hiszen érkezett egy utolsó láncszem a csapatba, és most már teljes kerettel dolgozhattunk. Kaptak a játékosok pár nap pihenőt, hiszen egy erőltetett meneten voltak túl, de én azt gondolom, hogy nagyon jó munkát végeztek ebbe a 3 hétbe, és most már szinte teljesen elsajátítottam mindenki azt a játék felfogást és filozófiát, amit szeretnék látni tőlük. Úgyhogy teljes kerettel készültünk, hál' Istennek nem voltak sérülések, remélhetőleg ez így is marad, és nagyon jó munkát tudtunk végezni, és bízom benne, hogy jó fel tudtunk készülni erre a nagyon nehéz menetre. A korábbi meccseken voltak időszakok, amikor a mérkőzés elején volt, amikor a közepén volt, amikor a végén játszott kifejezetten jól a csapat. Mi kell ahhoz, hogy 40 percen, de ha nem is 40 percen keresztül a mérkőzés túlnyomó részében lehessen tartani egy ilyen formát, ritmust? Úgy látom, hogy a játékosok elkezdték elhinni, hogy működik az a rendszer, amit én képviselek, illetve az, amivel a csapat játszik. Ennek voltak már jó jelei az előző mérkőzéseket tekintve. Ezeket a periódusokat kell hosszabbra kinyújtani, de itt nincsen semmi mágia, és nincsen semmi olyan dolog, ami nem az edzés jelenteni, hiszen az edzésen eltöltött idő és a beletett munkaóra az, ami ezeket a periódusokat meg tudja nyújtani. Hozzá kell tenni, hogy ugyan van egy-két tapasztaltabb játékosunk, de alapvetően nagyon fiatal gárda vagyunk, és ez látszik is ebben a periódikusságban, de az edzés és a beletett munka, ami ezt tudja elősegíteni. Egy csomagban kezelik ezt a 16 meccset, vagy pedig az alapszakasz 6 meccse felkészül. Egyértelműen egyben kezeljük ezt a 16 mérkőzést, hiszen egyrészt meg kell szoknunk most már a győztes mentalitást, és hozzá kell ahhoz szokni, hogy bizony ezeket a mérkőzéseket már meg kell nyernünk. Le is ültünk a srácokkal többet beszélni erről, hogy itt nem lehet arra várni, hogy majd a 6 meccs lement, akkor itt egy új bajnokság kezdődik. Bármennyire is a szabályok segítenek abban, hogy akár egy győzelemmel is el lehet kerülni az utolsó helyről, de nem alapozhatunk erre, hogy a 6 meccset kvázi feladjuk. Igenis, és ezeken a mérkőzéseken meg kell mutatni ezt az irányt mind magunknak, mind a nézőknek, hogy jó irányba megyünk, és az utolsó 10 meccs valóban egy kis külön bajnokság lesz, de nagyon-nagyon komoly alapot adhat erre a 6 mérkőzés, ami következik. Szombaton a körmend érkezik, az a körmend, amelyik a legjobb 8 közé igyekszik. Milyen meccsre számíthatunk, annak tükrében nem kizárt, hogy még kétszer találkozunk ettől függetlenül a körmenddel. Fontos, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést, nem csak a mi helyzetünkből, hanem az ő helyzetükből is, hiszen ők a playoff helyért mennek, és ott állnak 7., 8., 9. hely valamelyikén, tehát épp annyira fontos ez nekik, mint nekünk, de mint ahogy eddig is hangsúlyoztam, és ezen túl pedig kiváltképp, hogy nekünk főleg hazai pályán senki ellen nem szabad úgy fölmenni a pályára, hogy éljük túl azt a meccset, mindenkit meg kell próbálni, és meg kell tudni vernünk most már itthon. Így van a körmenddel is, hiába papíron egy erősebb csapat, és jó a játékerőt képvisel, de ők is egy hosszú utazás után jönnek, tudtunk rájuk jól készülni, nincsenek sérültjeink, úgyhogy bizakodóan várom ezt a mérkőzést. A 36 érmet szereztek a nyíregyházi úszók a 4. NSC kupán. 16 egyesület, több mint 250 versenyző járt rajtkőre a nyíregyházi sportuszodában. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó színvonalat tudtunk hozni. Két országból, Romániából és Magyarországból tevődtek össze a versenyzők. A pozsonyi csapat is jelezte szándékát, ők távol maradtak betegség miatt. Én úgy gondolom, hogy elindult egy olyan folyamat, ami már az NSC kupával ugye elkezdtünk 18-ban. Ugye még Sóston volt az első verseny, sajnos a Covid miatt kimaradt egy év, így a 4. alkalommal rendeztük. Az év elejének az egyik fő versenye itt a régióban, nagyon sok csapat jelentkezett, 13 klub a Magyarországról és 3 román klub is jelezte részvételét, és 254 versenyző állt rajthoz, 1030 rajt volt szombaton. Milyen korosztály képviselői álltak rajtkőre? Igyekeztünk úgy összeállítani a versenykiírást, hogy a legkisebbektől, tehát a BK-któl egészen a felnőttekig voltak versenyszámok, illetve korosztályok. Ez nagyon nagy szervezést is igényelt, hogy a legidősebbektől a legkisebbekig megtalálják a versenyszámukat, és olyan időket tudjanak úszni, ami a törzsállományban
szintidő is lehet. Hogyan szerepeltek a hazai nyíregyházi versenyzők? Én úgy gondolom, hogy jól szerepeltünk, 11 aranyéremmel, 17 ezüstéremmel és 8 bronzéremmel zártunk. Nagyon sok betegség volt, sajnos verseny közben is kellett hazaengedni gyerekeket. Rengeteg betegséggel küszkönünk, és ez hátráltatja a versenyzőket és a verseny felkészülést. De én úgy gondolom, hogy ennek ellenére jó helyt álltunk, házigazdaként. Én bízom benne, hogy ez a verseny továbbra az a következő években is nagy érdeklődésre tart számot majd. Ki volt a legeredményesebb hazai úszó? A legeredményesebb fiú és lány versenyzőnek külön díjat hirdettünk. Ez a legeredményesebb leány az Barna Bianca lett a 200 vegyesen elért időeredménye a lentponttáblázat alapján, a fiúknál a Csernyik Dániel 400 méter gyorsan elért eredménye. Én úgy gondolom, hogy ha a jövőben nézünk és a magyar bajnokságot veszünk tekintetbe, akkor ezek jó előjelek. Legutóbb Németországban versenyeztetek, ott Bianca 7 számban állt rajt, külön minden hetet meg is nyerte. Említettétek, hogy egy ilyen sorozatterheléses versenyzés került a fókuszba, most is így volt ez? Részben, tehát mindenképpen itt 3 számot vállalt a hosszabbikból. Én úgy gondoltam, hogy most egy könnyített hét után vagyunk a verseny felkészülésben, hogy most már közelebb lehet úszni az egyéni csúcsokhoz, ami sikerült is, tehát 200 vegyesen is javított a Németországba úszott idején a 100 méter mellett, illetve a 200 méter gyorson indult még. Számára ugye főverseny és a kvalifikációs verseny az áprilisi OB lesz, a felnőtt magyar OB, ahova majd egy 3 hét edzőtábor után fogunk jelentkezni. A hétvégén már is lesz egy országos bajnokság, Veszprémben rendezik a medence és hosszú távú úszó OB-t, lesznek ott nyíregyházi úszók. Igen, vannak specialistáink, akik ezeken a számokon indulnak, és kiemelten ezt a számot preferálják, ugye a Rita néni segítségével készülnek főleg. 7,5 km vár két ifjúsági versenyzőre, egy leány, a Lénát Eszter, illetve Csernyik Dánielre a fiúk közül. Hát a 7,5 km medencével az 1 óra 10-20 perc alatt teljesítődik részükre reményeink szerint. Viszont ez ilyen speciálisabb felkészülést igényel, speciális verseny, és szerettem volna, többen el tudnak indulni, sajnos a betegség itt is közbeszólt. Említetted a Kaposvári Országos Bajnokságot, ugye jövőre olimpia, és ez már egy olyan verseny lesz, ahol lehet kvalifikációs szinteket úszni. Barna Biancával Tenerifén edzőtáborozol, kik lesznek még azok a nyíregyházi úszók, akik jó eséllyel szállhatnak majd, vagy legalábbis eséllyel Kaposváron medencébe a világversenyek szintesítését illetően? Ez az éves főversenyünknek számít, a Kaposvári OB, április 19-kor kezdődik. Hazajön Amerikából Dóri, természetesen Hatházi Dóri is részt fog venni és rajthoz fog állni, valamint Stankovics Anna készül erre a versenyre. Mind a kettőjüknek nagyon fontos ez a kvalifikációs verseny, hiszen U23-os EB lesz a nyáron, ahova Dóri aspiráns, Univerziádé lesz, ahol mind a ketten Stankovics Anna és Dóri is aspiráns, és egész jó eredményekkel rendelkeznek ahhoz, hogy indulhassanak is. Illetve hát Biancának jön a junior EB, illetve junior VB, most már megvan a helyszín, Netanyában, Izraelben lesz szeptember elején. Második idei bajnoki mérkőzését is megnyert a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Falcsik Miklós együttese 31-23-ra verte a Deac második csapatát. A hazaiak győzelemmel, a vendégek vereséggel indították a tavaszi szezont, és a tabella alapján nagy esélye volt annak, hogy mindkét együttes ott folytatja, ahol egy héttel korábban abbahagyta. Ehhez képest sokáig fej-fej mellett haladtak a csapatok, a nyírbátor csak negyed óra után kezdett ellépni ellenfelétől. A félidő végére alakult ki a legnagyobb különbség, 5 gólos előnnyel vonult pihenőre Falcsik Miklós együttese. Fordulás után állva hagyta ellenfelét a házigazda, percek alatt 9 gólra hízott az előny. A folytatásban már felváltva estek a találatok, a hazaiaknál a fiatalok is pályára kerültek, és végül 8 gólos nyírbátori győzelemmel ért véget a találkozó. Végigvezetve 8 gólos nyírbátori győzelemmel zárult a mérkőzés, de ha azt kérdeznék, hogy milyen volt a meccs, én azt mondanám, egy picit álmoskás, te hogy láttad kintről? Igen, egy picit úgy nézett ki, hogy belelaposodtunk ebbe az alacsonyabb színvonalba. Hamar feladta a Debrecen, úgy vettem észre, nem tudom az edző kollega mit mondott, de láttam néhányszor az elkeseredett arcokat a kispadon is, meg a játéktéren lévő játékosoktól is, illetve a kollégától is. Erősebbek voltunk minden tekintetben, úgy gondolom, akár védekezésben, akár támadásban. Sajnos sok hibával játszottunk, és ez mind annak a koncentráltság hiányának köszönhető. Tehát igazából megvoltak a helyzeteink, kidomborodott az, hogy szerintem jobb csapat vagyunk, ugye ők még nagyon fiatalok, előttük a jövő, de itt a rutin azért mindenféleképpen közbeszólt, tudtam adni lehetőséget a fiataloknak,
Ez egy nagyon pozitív dolog, itt vannak a szülők, a nyírbátori gyerekek szülei, és szeretnénk, hogyha valamikor többségben lennének majd a hazai játékosok. De igazából akik már itt idegenlégiósoknak számítanak, már ők is 2-3, van aki 4 éve itt kézilabdázik, tehát tulajdonképpen már azt mondhatjuk, hogy nyírbátoriak ők is. Ezek a hibák még ezen a mérkőzésen belefértek az eredmény tekintve, de később majd jönnek azok a rangadók az Acélváros Diósgyőr mezőkövéden, ahol már nem. Addig még van idő, miben kell leginkább javulni. A mai meccsen fogjuk azt, ezeket arra, hogy tényleg elkezdődött a mérkőzés, és nagyjából mindkét csapat tudta, hogy milyen eredménye zárul. Igen, például az első fordulóra visszatérve a Tiszavasvárányi mérkőzésre, nagyon koncentráltak voltunk. Ott az első fél időben hibáztunk 4 zicsert, azért nem vezettünk csak 4 góllal a fél időben, hanem döntetlen volt. Amúgy egy 5 perces rövid zálatot okoztunk a jó védekezéssel a Tiszavasvárinak, és onnan 5-6 góllal mentünk azonnal. Már vezettünk 8 góllal is, és a végén egy magabiztos 7 gólos győzelem. Egy nagy koncentráltság volt jellemző a csapatra. Mindenki tudta a feladatát, mindenki azt maradéktanul végre is hajtotta. Itt most úgy érezte szerintem mi néhány játékos, hogy belefér. Bele is fért tulajdonképpen, csak tudni kell, hogy ez mikor tehető meg. Igazából én úgy gondolom, hogy az Acélváros és a DVTK majd, illetve majd a Mezőköves ellen egy nagyon koncentrált játékra lesz szükségünk. Közben tudunk néhány eredményt, például az Acélváros döntetlen játszott a Balmazújvárossal, illetve a DVTK legutolsó információm szerint 4 másodperc volt hátra, majd 2 góllal vezetett a Mezőköves ellen, ami hát egy szép bravúr a DVTK-n, és Molnár Andrásnak ezúton is, kollégámnak, meg nagyon jó barátomnak ezúton is gratulálok. De sajnos ez úgy néz, hogy kevés, mert ők 3 góllal kaptak ki, és 4-el kellett volna a hazai pálya megverjék ahhoz, hogy botlás nélkül, ha végigcsinálja a Mezőkövesd, akkor ők lesznek valószínűleg a bajnokok. Hazai meccs után hazai meccs következik a Hajdúböszörmény ellen. Milyen mérkőzésre számítasz? Sokkal koncentráltabb játékra lesz szükség, sokkal koncentráltabb, figyelmesebb srácokat szeretnék látni a pályán. Nagyon veszélyes ellenfél a Hajdúböszörmény, de a Hajdúböszörmény is az a fajta csapat, akit el lehet könnyen bizonyítani. Tehát, hogyha folyamatosan, szisztematikusan, következetesen jól fogunk és nagyon keményen védekezni, akkor nem lehet probléma a hazai pályán. Idegenben is győztünk, igaz, csak 1 gól azt hiszem, de itthon biztos vagyok benne, hogy több gólos hazai sikerre számíthatnak a nézők, a kilátogató nézők. Szünetben 5 góla vezetett a Nyírbátor, a végén 8 lett közte. Milyen célokkal érkeztetek, többet vártál számotokra ettől a mérkőzéstől? Abszolút, ez egy boldogszó csalódás, mi itt komoly reményekkel jöttünk. Az 4 meghatározó játékosunk nem tudott itt lenni velünk, de attól függetlenül mi úgy készültek a játékosok, hogy itt komoly reményekkel tudunk pontokat szerezni. Ez nem jött össze, egy játékoson kívül mindenki szerintem fenn se lett volna a pályán, úgyhogy én nagyon csalódott vagyok, nem is tudom, hogy a csapat hogy gondolt ezt, úgyhogy ennek majd utána fogunk járni, hogy történhet, tehát nagyon sajnálom, hogy borzasztó mérkőzés a számunkra. Kintről úgy tűnt, hogy mindkét csapat egy picit álmosan kezdte a meccset, és benne is ragadtak ebben a tempóban, te hogy láttad? Hát ez borzasztó, tehát színvonalatlan mérkőzés volt, a nézőket nagyon sajnálom, előre, bocsánatot szeretnék kérni utólag is, úgyhogy igen, lehet volna lehetőségünk, mert nagyon lassan játszott a Nyírbátor, mi ezzel nem tudtunk élni, ők rutinosabbak, ezt kihasználták, és tudták, hogy ennyi elég lesz, és elég is volt, hogy simán nyerjenek, úgyhogy gratulálok a csapatnak. Említetted, hogy 4 játékos hiányzott, ők az első csapattal voltak, sok volt nálatok a fiatal, vagy sok a fiatal. Hogy tudtok készülni, mennyire határozza meg ez a helyzet a meccseiteket? Készülni egyetlen egy nap tudunk, a pénteki nap. Ugye csütörtökön vannak az első osztály 20-as mérkőzéseink, egész héten arra készülünk. Pénteki nap, amikor letudtuk és túl vagyunk a csütörtökön, összeáll a brigád és a felnőttből lejönnek a játékosok, átnézzük meg, videózunk. Ugye az NB2-es meccsre ugye elég nehéz, de nem is ez a cél, hanem az, hogy ugye minél több játék lehetőséget adjunk a fiataloknak és tudjanak minél többet pályán lenni. Következő mérkőzés a Mezőkövesd ellen lett. Mennyit kell javulni arra a mérkőzésre, ez a teljesítményhez képest, hogy ne legyen belőle egy nagyon csúnya zakó. Hú, hát elég sokat, de én bízok a fiúkban, úgy gondolom, hogy a meghatározó játékosok lejönnek, sokat fog tudni segíteni, meg egy ilyen mérkőzés után mindig plusz motiváció minden egyes játékosnak, hogy ezt ki kell tudni javítani, úgyhogy lehet, hogy talán nem is jött ez túl rosszkor.
közel sem hibátlan játéka, de maga biztosan nyertétek meg az év első hazai meccsét. Te belülről hogy látod ezt az összecsapást? Jól éreztem magam belül a pályára, amit úgy elterveztünk, azt helyjel közzel sikerült megvalósítani. Hát a védekezésen az első félidőben van még mit csiszolni, de amúgy büszke vagyok a csapatra, gratulálok mindenkinek, aki pályára lépett. Mennyire nehéz felpörögni egy olyan ellenfél ellen, amelyel szemben nagyjából ti is tudjátok, hogy mi lesz a végkimenetel, és ők is tudják, hogy nem csak esélyük van. Mindenkivel szemben megadjuk azért a tiszteletet, nem nézünk le senkit, hiába, hogy fiatalabbak, mások ott a célok. Igyekeztünk azért megtisztelni őket, hogy jó játékkal, stabilan azért oda lépünk nekik szépen. Az ősz talán azt lehet mondani, egy picit jobban sikerült még a várakozásnál, és a harmadik helyen van a csapat, gondolom szeretnétek megtartani. Van-e még fejlődési potenciál ebben az együttesben? Persze, az mindig van. Megyünk szépen előre, gyakorolunk tovább, aztán bízunk a legjobban, hogy megtartjuk a harmadik helyet legalább a szezon végére. Rangadót nyert a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese, a DVTK U23-at fogadta és 61-52-re verte ellenfelét. Komplett diósgyőr érkezett, már amikor ugye jöttek be a terembe, ezeket ülne hátha, egyelőre a tájra nem jött el, az összes többi azért itt volt a mérkőzésen. Gondolom ez nekik ugyanolyan fontos mérkőzés volt, mint amilyen nekünk fontos volt. Tehát itt azért a lebonyolítás miatt, hogy csak az első két csapat megy tovább a rájátszás, és onnantól ez a többieknek nincs mérkőzés, ez szerintem mindenkit arra motivál, hogy azért mindenféleképpen mérkőzés nyerjen, hogy a későbbiekben tovább is ugyan mérkőzéseket játszani. Érdekes volt, tehát itt azért eleve már úgy készült mind a két csapat, gondolom, hogy kielemezték a mi játékunkat, mi egy héten keresztül csak a Diósgyőr játékát elemeztük, megnéztük innen, megnéztük onnan, tehát megnéztük, hogy honnan jöhet ez állás, honnan jöhet ez állás, na az igazság, hogy játékvezetőket ezt nem kalkuláltuk bele. Tehát a játékvezetők, bár azt gondoltuk, hogy a lezárásokat nem igazán fogják megfújni, a szabálytalan blokkokat, mert a két játékvezetőre nem jellemző szabálytalan blokkot fújnának, de azért ettől valamivel több fújásra számítottunk olyan szempontból, hogy azért rengeteg szabálytalan blokk ment el. Most azért azt tudni kell, hogy egy szabálytalan lezárásból, ha nem tudsz kilépni, akkor valahol gubancon vagy kinti három pontot fogunk kapni, vagy ugye a palánkkal a belépőt nem fogjuk tudni megállítani. Tehát így bele is szaladtunk egy-egy olyan dolgokba, hogy bele tudtak állni a kinti dobásba, vagy ha éppen ott az a center kiváltott, akkor mismatch helyzet alakult ki, és onnantól kezdve a palánk alatt maradtunk egy aránylag alacsony szerkezetű védővel a magas ember ellen. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ezek a lányok maximálisan megtettek mindent annak érdekében, hogy győzelem legyen. Küzdöttünk, hajtottunk, próbáltunk mindenféle szempontból felülnőni az ellenfélnek. Az volt az egyetem a szerencse, hogy az első perctől kezdve mi vezettünk. És ezt a vezetést soha nem engedtük ki a kezünkből. Tehát volt, amikor közelebb tudott jönni a Diósgyőr csapata, volt, amikor már csak 4 pont volt közte, akkor egy kicsikét ugyan egyszerűsnek tűnt a dolog, hogy ugyan már mi lesz a későbbiekben, de mindig volt a csapatban valaki, aki ezen átlendítette a többieket, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy egy csapategységben, egy jól küzdő, jól szellemben kosárlabdázó csapat voltunk, akinek került a Diósgyőr csapatát legyőzni. Én úgy gondolom, hogy ők is megtettek mindent a cél érdekében. Tehát egy nagyon jó mérkőzés volt, aki kint volt, az láthatta, hogy mind a két csapat azért próbált mindenféle fajta repertoárt elővenni, és azzal meglepni az ellenfelet. Ez most nekünk sikerült jobban. Ha nem is a legutóbbi 70 pontos különbségű győzelmet nézzük, hanem egy úgymond normál középcsapat elleni meccset, mennyivel kellett többet beletenni ahhoz képest ebbe a győzelembe? Ez lényegesen többet, tehát amíg a Szolnok ellen ott játszottunk, passzolgattunk, azt csináltunk, amit akartunk, tehát a szószoros értelemben. Most viszont egy olyan támadás és védekezés ellen kellett nekünk is fölvennünk a küzdelmet, ami azért nem egyszerű. Tehát kaptunk olyan kemény elzárásokat, amiből mondta, nagyon nehéz volt azt megoldani, tehát annak a védését. Másik az, hogy ezek a lányok, hogy a labdavezetésben nem értünk oda időben, a tempókat úgy dobták, mintha sima egyszerű zicsereket dobtak volna. Tehát valahol talán itt volt a különbség abban, hogy ők mennyivel edzenek többet, vagy mennyivel edzünk mi kevesebbet, mert hogy a mi dobó százalékunk az nem volt ennyire pontos.
Viszont a csapatjátékunk maga az összességében egyszerűen sokkal összeszedettebb volt most per pillanat. Tehát azokat, amiket elterveztünk a héten, azokban nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani. És szerintem ez volt a győzelemnek a kulcsa, hogy ezek a lányok tényleg nagyon készültek erre a mérkőzésre. És a héten tényleg mindent beleadtunk. Mindenki nézte a mérkőzést, mindenki kielemezte különböző játékosokat. Megbeszéltük, hogy ki hogy látja. Megbeszéltük, megvitattuk, hogy ő hogy gondolja. Én elmondtam, hogy szerintem az inkább így megvalósítható. Hát onnantól kezdve a pálya viszont az érvényesült, amit én mondtam, mert nem tudok, ez a szegény lánykák, azok kénytelenek voltak ahhoz igazodni, de mondom, mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a mérkőzés meglegyen, hát tényleg nagyon sokat dolgoztak érte. A bajnokság előtt, mikor beszélgettünk, azt mondtad, hogy az első két hely valamelyike minden bizonnyal a A csoportos csapatok második csapatai között fog eldőlni. Most a NK-s a második helyen áll, ha a hátra levő meccseket és a papírformát veszük alapul, megtartott ez a második hely? Azon fog múlni a dolog, hogy az MTK és a Vasas például milyen mérkőzést fog játszani. Tehát nekünk a Diósgyőrrel szemben előnyünk van, mert a Diósgyőr elleni mérkőzésünk mind a kettőt megnyertük. Tehát, hogyha ugyanannyi lesz a győzelem és a vereség arányunk, akkor vagyunk előnyben. Viszont, hogyha a Vasas fog ugyanebben a helyzetbe bekerülni, akkor viszont hátrányban vagyunk, mert sajnos mi a Vasastól mind a két mérkőzésen kikaptunk, tehát itt innentől kezdve itt nekünk ugye azt kell néznünk mindenféleképpen, hogy az MTK megverje a Vasast, és ha lehet, akkor a Diósgyőr is megverje a Vasast. És innentől kezdve az már, hogy mi az MTK-val mit fogunk játszani, az már egy másodlagos kérdés lesz. Ettől függetlenül azért még nekünk van egy Zsíros Akadémia és egy Debrecen mérkőzésünk, amit mindenféleképpen hoznunk kell ahhoz, hogy ezt a második helyet meg tudjuk tartani. A szuperdöntővel zárult a nyíregyházi városi teremlabdarúgó bajnokság. A nyírpazonyi sportcsarnokban 6 csapat lépett pályára a győztesnek járó kupáért. November első hetében kezdtük el a küzdelmet 33 csapattal. Ugye új helyszínre kellett költöznünk, az energia válság minket is elért. De egy fantasztikus környezetbe, nyírpazonyi sportcsarnokba, Dubai László polgármester segítőkezet nyújtott részünkre, és egy ilyen csodálatos ékszerdobozba játszhatjuk a terembajnokságot. Közel 200 mérkőzést játszottunk le, mindenbe ki vagyunk szolgálva, kitűnőek a körülmények, és nagyon jó a pályának a talaja, szinte sérülés, nem, remélem, hogy nem fogom elkiabálni, nem is történt még, hiszen nem igazán nagyon tudnak letapadni a játékosok, igazán jó rugalmas a pálya. Kitűnő mérkőzéseket játszunk végig a bajnokság folyamán. Az elmúlt 20 évben ilyen fantasztikus sorozatot még nem tapasztaltam, hiszen utolsó pillanatig kiélezett volt a küzdelem. Az A csoportban csak az utolsó napon, az utolsó éjszaka dőlt el, hogy pontosan a Marsó Kft. Második helyen jutott tovább, de a B és a C csoportban is az utolsó napokig 3-4 csapat nyújtotta be vágyát arra, hogy esetleg bejusson akár bajnokként, vagy második helyen a szuperkupa döntőbe. Nagyon kitűnő szuper bajnokságot tudunk most már magunk mögött, hiszen a szuperkupa az csak egy ajándék, az a korona feltétel a csapatok részére. Látva eddig a meccseket, talán azt lehet mondani, hogy nagyon kiegyenlített a mezőny, nagyon színvonalas mérkőzéseket vívnak a csapatok. Igen, így van, és nagyon sok meglepetés csapat is van, hiszen a Manchester United például bajnokként nagy elődöket hagyott maguk mögött, hiszen a Real Bears csapatát is le tudták győzni, és bajnokként jutottak be, de a Tompa Bánházi F csoportos csapata is bejutott a döntőbe, és ezek óriási meglepetések. A Vörös Ördögök viszont hosszú évek óta résztvevője ennek a terembajnokságnak, mert soha nem sikerült még nekik a döntőig eljutni, most viszont itt vannak ők is a döntőbe, egy fantasztikus produkció tudnak maguk mögött. Hát itt van a háromszoros szuperkupa győztes, a Pikolós Öröző, a tavalyi győztes a Headband Kft., egy korábbi győztes a Marsó Kft., tehát én azt hiszem, hogy igazi krémje itt van a városi kispályás bajnokságban. Elnézve a csapatokat, a játékosokat, lehet azt mondani, hogy fiatalodik a mezőny?
Hát ezt nem igazán mondhatnám, hiszen inkább azt mondom, hogy öregszik az öregfiúk bajnokságban is, egyre több csapat kérezkedik be, hiszen három öregfiúk csoportunk van, és már is vannak olyan csapatok, akik jelezték, hogy a következő idényben csak az öregfiúknál szeretnének játszani. Viszont abban tökéletesen igazad van, hogy nagyon sok olyan új fiatal csapat érkezik hozzánk, akik ilyen baráti társaságok, vagy cégektől érkeznek hozzánk, és itt volt például egy olyan csapat, a Vitfur Hungary Young Boys csapata, amelyik a bajnokságban igazán csak botladozott, most viszont megcibálta egy-két oroszlánnak a bajszát, és komoly eredményeket ért el. Tehát van fiatalodás is van a bajnokságban, de az öregeknél is, mint ahogy a város is öregszik, így a bajnokságban is tapasztalható ez. Mikor rajtol a szabadtéri szezon, milyen játéknapokon lépnek majd pályára a csapatok? Hát én szeretném mindenféleképpen március közepén elindítani a szabadtéri bajnokságot, ez természetesen időjárás függő, viszont éppen az elmúlt héten kaptam azokat a híreket, hogy a stadioni beruházás miatt nagyon sok változás várható majd a kispályás bajnokságban, hiszen most változatosság kedvére elveszik tőlünk a DEF pályát, hiszen ott fognak zajlani a munkálatok, a vízvezetékek kialakítása, vagy egyéb munkálatok, elektromos vezetékek elhelyezése, és ezért lehet, hogy visszakapjuk most a ABC pályát időlegesen, de mellette a kis műfős pályán is fogunk tudni játszani, és a hét minden napján kell játszanunk, hétfőket, szerdő, csütörtök, péntek, ahhoz, hogy be tudjuk fejezni időbe a bajnokságot, az is benne van a lehetőségek között, hogy talán nem csak fél hat, fél hét, fél nyolc, hanem fél kilenckor is mérkőzéseket kell ezt játszanunk, mert elképzelhető, hogy később viszont nem lesz áramunk, hogy éppen vízünk a pályákon. Le fogjuk tudni így is a bajnokságot, mint ahogy az elmúlt idényt is megoldottuk, hiszen az óriási beruházás sok mindent megkövetel, így is lehetőséget kaptunk arra, hogy nem vették el tőlünk a lehetőséget, hogy a bajnokság befejeződjön, mert azt követően meg bízom benne, hogy újra visszáll a rend. A szuperdöntőt végül a Pikoló Söröző csapata nyerte, miután a fináléban 2-1-re legyőzte a Marsó Kft. Együttesét. Harmadik helyen a Headband Kft., negyediken a Tompa Bánházi Autószerviz csapata végzett. Az ötödik helyet a Vörös Ördögök szerezték meg a Messer United előtt. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.